Sziasztok, Zalán vagyok, köszöntelek a csatornán. A mai videóban dobókocka háború lesz Mr. ellen. Hello mindenki! Ugye ez egy újítás, mint a csatorna, ugye eddig dobókockás nyitás volt, de most dobókockás háború lesz Mr. ellen, ugye? A szabályok ugyanazok, mint a dobókockás nyitásnál. Ha nem látod, akkor jobb felső meg tudsz nézni egyet. Figyelj, Mr. a szabályok, a következők: a 6-os dobsz, akkor kibontatsz egy blistert, mini fémdobozt, egy nagy fémdobozt, vagy egy tradition blistert. Mind a hármat kinyitottam egy 6-ossal? Nem, csak egyet választhatsz. Ja, de egyet kiválasztottok, és akkor a 1-től 5-ig dobunk, akkor pedig csomagot fogunk választani. Tehát ez egy durva, gyerekek, mert most netán dobok egy 1-es, Mr., ami ilyen szerencsés. Például itt van, dobunk egy 1-est, akkor egy csomagot választhatok ezekből, ezekből egy csomag, és utána dobsz egy 6-ost. Akkor én meg az egyik fémdobozzal fogok játszani, vagy a... Tehát tényleg a kocka dönti el, ki fog nyerni, gyerekek, ez brutális nehezítés, jobb, durvább, mint a kesztyű volt az elején. Hát kíváncsian várom, ti mit szóltok el az újításhoz, gyorsan írjátok meg kommentben, vannak itt még csomagok, szóval tudunk csomagokat válogatni, hogy netán 5-ös dobunk. És ebben nem lesz próbadobás, ugye, mint szóval nincsen próbadobást, és ki kezdje ezt a, hú de izgulok, ezt a kis dobást. Én kezdjek, hogy izgulj te is, hogyan kell, na figyeljetek ide, és nem látszódik, de nézzük. De ez kirőlket, hogy tudtam, hogy ilyen szerencsét teszek. Jó, többet te is egyet. Ez igen, egy csomag, nem is választok addig. Öt! Tehát te bontasz 5 csomagot, én meg 1-et, most komoly? Igen. És akkor hogyan harcolunk? Egy csomagban nincsen aláért, akkor végem van? A végem akkor. Na még egy valamit, a fradis doboz. Figyelem, figyelem mindenki, aki néz az aláncsönöt, ezt a fradis dobozt, a Fradi nagy örömére, ami bontatlan is, föl fogjuk ajánlani egy nyertesnek. A szabályait ezt majd kitalálom, mert közben ki fogja megnyerni. Feltétlenül csak annyi lesz ennek a nyereményjátéknak, hogy ezt ki fogom bontani, és mindegy, hogy mi van benne, igazán? Igen. Lehet benne egy aláírt bárkit, amikor dibusz vagy akárkit aláírása benne lehet, ezt mindenképpen a bontás után ki fogom sorsolni. Szóval kövessétek a csatornát, iratkozzatok fel, nem tettek volna. A kis csengőt se felejt, hiszen majd egy ilyet tudsz megnyerni. Mondom még egyszer, mindegy, ki van benne. Amilyen is kibontjuk, utána ki lesz sorsolva. A feltételeit még nem tudom, de valószínűleg díjazni fogjuk azt, hogy te itt van. Úgyhogy ezt majd kitaláljuk még, de ez, úgyhogy kövessétek a csatornát, mondom, ezt tegyük fél akkor addig, mivel ezt most nem tudjuk kibontani. Figyelj, akkor szerintem azt csináljuk, mivel ebből van nagyon sok csomagunk, a meccsetekből vegyék ki akkor 5-öt. Akkor ezt a négyet kiveszem. Ó, ez az te oldalad volt. És akkor én egy csomaggal itten csapatom, hát akkor... Szerettem, egy csomaggal vagánykodik. Egy csomaggal vagánykodik, súly a fémdoboz, meg az összes többi megy. Ilyen kártyáború sem láttam még. Na miért, hát ez esélytelen vagy. Minek legyenek, hogy fájjon az ívem, hogy ott vannak, azt nem tudok csinálni semmit. Hihetetlen csalás ez, na igen. Szerintem kezd el, tehát most én mit csináljak egy csomag, tessék. Szerintem kibontok, Mr. 4 csomagot. Igen, aztán, de várjatok, mert lehet benne aláírt még, ki tudja, igaz? Ide rakom az Mr. csomagát, azt rendben, hogyha másabb nincsen. A legalsó. Tudod mi? Mi az, Mr.? Mit szólnál 2 limitedes pekkel? Nekem? Ja, és kicserélünk a 2-t az 5-ből. Hát. Na, benne vagy? 2 limitedes? Ne legyen már akkor ez így durva ám. Várjál, Mr. Ugye ebben nem lehet hitni semmit. Meg kérdezni, meg van az aláír. Oké, válasszák, hogy 2-t belemész a játékba? Belemegy, ez nem jó, és ebben nincsen aláír. Mindig kitalálok valami, de jó vagyok. Várjátok, most tippétek meg, hogy melyikben nincsen aláír. Szerintem ebben nincsen. Szóval... Na igen. Van 2 limiteles, jó. Mi a limiteles és a sima között a különbség, szándékosan nem mondja nektek, már így tudom. Ez az albumhoz tartozik, nem biztos, hogy más limited lesz benne, és ez 6 kártyát tartalmaz, szóval ez a fele. Na akkor kezd el a limited, de kíváncsiak, egy limited, és akkor ha ugyanaz van benne, szerintem az is ki lesz sorsolva a top szok, jó? Ebben Viniciusnak kéne benne lennie. Tehát halljátok a limiteret, és megegyeznek a csomagokkal, akkor ezek is sorsolva. Nézzük a limiteret. Ez így fog majd hozzámenni a nyerteshez. Igen, ez Alexander Arnold, ez Vinicius Junior. Tehát amikor lesz majd ez a bizonyos... Fradis tuccos, nyereményes valamis, akkor ilyen meccsetek a csomagot, hogy kaptuk mellé ezt a limiteteset. Na de Zalán, akkor szerintem azt ne is bonts ki, ezt eltudod a nyereményhez. Hogy megoldottam, hogy már csak 3-at bontson ki? Figyeljetek, milyen csalós vagyok, és belement. Visszor a csalós. De miért? Kapjon 5 csomagod volt, most egyet felajánlottál belőle, nem? Standi szétes. Mai napunk az nem az igazi. De nézzük itt a bénázásunkat, itt izére a Vinicius ott marad, standen halljátok, és akkor? És akkor elkezdem a csatát.
Viszont nagyon bevariálta az elején a csatának. Most miért? De nem jó így az a szabály? Hát nem most, ha benne van az aláját, akkor úgyis jó vagy valami. Jó, hogy te csillog a vége. Betelt a front, betelt a lipcse! Az igaz. Azaz, Angelino. Az igen. Betelt a lipcse, srácok. Na akkor ez megvan. West Ham United. Látod, milyen csomagot tartott? Valverde. Costa. Yes. Zeko. Egy United logó. Ebből lesz az alájét érzem. Érzed, én is érzem, hogy van, nem jó az. Lehet, hogy ebből lesz. Mit sírnál, mi? Srácok, várjátok a végén, mert meglátjuk, mi lesz. Hoppá, itt leverem az itt. Oda készültünk egy rakás csomagba ide. Egy Next Gen. Gutierrez. Toni Kroos. Az igen, jó néz ki Krisztálban, gyerekek. Betelt a lépcső, mert nagyon örülök. Na de van még kettő csomagot, szerintem csapasd. Ilyen kártyából úgy csináltam még soha, hogy nekem itt várnom kell. Egy csomag, annyi csomag van itt hihetetlen, gyerekek, és egyet nyomatok. Nem durva? Hát. Jó, hogy rábeszéltek, hogy jár meg valahogy. Na mindegy. Iglesias, Adeyemi, Kunya, egy Reyan, Vinicius, Keita. Hoppá, a fénytechnikámad is. Alex Telles. Barisic. Upszös egy! Piqué. Rodri. Egy digitális aláj Teo Hernández. És egy Isaac. Jó, eddig vezetsz a csatánkban, de nem tudom, hogy fognak megverni. 600 napból érted pont, tehát ez tényleg csak valami ritkával. Shielded. Ez ilyen, nem? Hát, de mivel nyerhetek az 5 pontért, de nem is tudom. Szerintem azt nem is nyerhetem meg. Van, tényleg van ritka számozott, nem tudom. Nézzük. Elég nehéz ez a csomag, szóval nézzük. Nehéz. Eden Hazard. Ott egy Black. Joaquin. Nem. Csak viccelt. Csukvaze. Immobile. Sangaré. Lokonga. Celtic logo. Dalot. Ő egy Mario. Sulle. Sulle. McTominay. Abraham, és egy poker. A krisztálokat nagyon nyitod most, gyerek. Mennyi van? Három eddig? Hát azokat kettő. Így, három, nem három volt? Ja, nem, import. Kész a csomagod? Kész. Jaj, hát akkor figyeljétek, mister! Nem hiába raktam standre ezt a kis csomagot, hiszen most itt bevágom óvatosan, hogy vagy ebben. Ilyen csatát, gyerekek, hogy szökik. Akkor nem lesz semmi. De hogy így tud izgulni, pedig egy csomagomban nem hiszem el, nem is tudok nyerni. Szinte. Csak a Black-kel sem nagyon, nem tudom, na nézzük. Ez nem nyertem, hiszem, mert ízé van a végén. Jó, te honnan tudod, jön a közepén, igaz? Alcantara, az első csomagom, utolsó csomagom, tartalma. Manchester logo, a City ugyebár. Moreno, majd őt követi. Hernández, és jön még valaki, Depay. És akkor Real Madrid, Rodrigo. Zuma, és érkezik Nunez. Na itt egy Styler, Jadon Sancho, gyerekek, de jól néz ki a kártyája. Aztán egy match winner Lewandowski, és egy Blackhand Fernando Torres, majd egy Thorgan Hazard Crystal. Hát gratulálok az Alan Channelnek, az első dobókockás kártyáborot, vagy micsodát, az nagyon megnyerte. Nem tudom, hogy csináltuk ezt, hogy egy csomagot bontottam, kettő, ilyet nem is tudom, hogy hogyan van ez, de tényleg. Mit szóltak az első dobókockás kártyáborhoz? Például, hogy szegény Mixer egyes dobot érezte ő. Ottam az elején, nem fog ez nekem összejönni. Ennyi is lett volna már a részemről. Szóval igen, srácok, én megvan ez a videó mára. Remélem, tetszett nektek is ez az újítás. Ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot. És iratkozz fel, hogy csatornát tetted volna. Köszönjük a figyelmet, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!